Angliában ekkor 7 nagyobb királyság volt: Kent, Essex, Wessex, Sussex, Mercia, Kelet-Anglia, Northumbria és a többi kisebb királyságok. Anglia és Skandinávia között már a 7.-8. században kimutathatóak voltak a kapcsolatok. 792-ben Offa mörciai királynak meg kellett erősíteni a déli tengerpartot pontosan meg nem határozott pogány kalózok támadásai miatt. 793. június 8-án kirabolják Lindisfarne-t és 794-ben Jarrow-ot támadják meg. Ezekre a portjákja jellemző, hogy kisebb egységekkel hajtották végre őket, elsőleges céljuk a zsákmányszerzés volt. A célpontok azok a helyek voltak, ahol az anyagi javak összpontosultak, kikötővárosok, kolostorok. Ezek a támadások elszigetelt nemzetségfők és előkelők által szervezett kis hatókörű rabló portják voltak. A támadásokhoz kihasználták mozgékony, kismerülésű hajóikat, amikkel a folyókon be tudtak hajózni a szárazföld belsejébe és időben visszavonulni a szervezett megtorlás elől. Ezek az akciók szinte azonos forgatókönyv szerint játszottak le. A sárkányhajók hirtelen felbukkantak, mielőtt még az ellenállást megszervezhették volna. Megöltek mindenkit, aki az útjukba került, a fiatal nőket megerőszakolták, elhurcolták, felpakolták hajóikra minden értéket, majd elhajóztak. Az ilyen támadások ellen nem volt védekezés. A helyi lakosok minél kétségbeesettebben ellenálltak, a vikingek annál kegyetlenebbül léptek fel a támadásaik során. Tudunk olyan esetről, amikor 100 parasztok lenyugszák egy elfogott viking írháját és trófeaként kiszögezték a templomukra. A vikingek a gerillaháború mesterei voltak, a folyókat használták természetes közlekedési útvonalnak, ha a hajóikat a folyók közepén lehorgonyoztatták, nem férhetett hozzájuk rajtuk kívül senki, hasonló megfontolásból választottak szigeteket támaszpontnak, táborhelynek. Az első támadások Anglia ellen. Hello, sziasztok, kacukin, Tomi vagyok, üdvözlök mindenkit, remélem tetszett a kis bevezető, amit készítettem, ugyebár ahogyan rájöhettetek, ugye a címből is, meg a bevezetőből is, egy viking partaszállást fogunk most megnézni, legalábbis annak a rekonstrukcióját. Ugye ez egy szenárió csata a Britannia kiegészítőben, ezt én jó magam készítettem, úgyhogy gyorsan ugorjunk itt neki, hogy mi újság van. Konkrétan ugyebár itt láthatjátok a hajókat, amit éppen partra szállnak nagyba, itt ugye az egyik sereg már partra szállt, illetve a másik az még éppenséggel csak itt totyorog. Ugye amit elmondtam az elején, ugye, hogy nem volt idejük felkészülni, hiszen nagyon gyorsan történtek ezek a támadások, ez most nem teljesen igaz, hiszen az itteni királyunk ugyebár, nem tudom konkrétan most mi a neve, most találtok ki neki valamit, annyira... Tehát nem akarok hülyeséget sem mondani. Az lényeg, az itteni Velszi királyunk ugyebár felkészült rá, ugye erő és tehetség szerint ugye felvette a zsoldos lovasságot, illetve még a szántóföldekről a parasztokat is harcba hívta, hogy sikerüljön megállítani ugyebár a betörő portyázó népeket, illetve ugyebár az egyik része a partiszállásnak az kicsit megszívta, hiszen itt már egy alapból kiépített védelmi rendszer volt, ugye itt a déli partoknál, hogy ha esetlegesen megtörténne ez a betörés, akkor fel legyenek rá készülve. Ugye tulajdonképpen ez egy 2v2 szenárió, ugyebár mint mondottam, úgyhogy szerintem gyorsan ugorjunk neki itt a seregeknek, aztán megnézhetjük utána, hogy mi újság. Az egyik norvég sereget ugyebár Forever irányítja, ugyebár testőrök, nyergetlen huszkárlok, északi íjászok, ugyebár sima huszkárlok, illetve itt hátul még a totyorgó északi karforgató, gotlandi talpasok, illetve számi baltások, ugye ők még éppenséggel most zuttyantak ki a hajóból. A másik támadó sereg ugyebár én vagyok, én ugye lándzsás milíciákat, északi... pontosabban nyergetlen huszkárlokat,
északi íjászokat, ugye gotlandi talpasokat, egy testőrt, mint ugye hadvezér, és nyergetlen huszkálok még több, illetve itt ugyebár, mivel hogy mi már előbb partra szálltunk, éppen érkeznek visszafelé a felderítőink, ugyebár három csapat északi felderítő. A védekező felek ugyebár két velszi sereg, az egyiket ugyebár Freyahim irányítja, ő a nagy sereg, ugye három darab paraszt, ugye velszi milícia, illetve velszi baltások, velszi hosszú íjasok, zsoldos lovagok, illetve hadvezéri testőrök, és ugye a már berendezkedett sereget ugyebár Miki irányítja, ugye határlovasok, katapult, páncélozott angol lándzsások, szítvérek, várjál, hogy kezd kimondani normálisan? Szájtvírek, igen. Velszi vadászok, ugyebár egy hadvezeri testőrség, és még egy ugyanilyen szájtvír. Úgyhogy tulajdonképpen a csata az roppant egyszerű. Ennek a seregnek kell támadni. A célpont ugye mind a két részen a két darab őrtorony ez, illetve a másik őrtorony az, azoknak az elfoglalása. És hát ugyebár, hogyha azok megvannak, akkor nem tudnak segítséget hívni ugye a védekező felek és Getrekt, finoman szólva. Ugye nem egy túl nagy szenárió, viszont elég sok munka volt vele, és remélem tetszeni fog nektek, és egy kicsit visszaadja a hangulatát ennek a dolognak, hiszen alapvetően én nagyon-nagyon bírom a vikingeket, szóval miért ne? Ugye itt egy ilyen nagyon gyorsan kis összetákolt, hát nem is tudom, táborhely? Táborhely, igen, táborhely van. Ugye itt nagyjából mi 5 percig nem fogunk mit csinálni semmit, hiszen mi még éppen kipakolunk, illetve ez a sereg nem tud róla, hogy ezt a, itt ezen a részen már ugye partra szálltak a vikingek, szóval tulajdonképpen ugye el vannak vágva egymástól. Ha megnézzük, ugyebár az összes védekező sereg nagyon jól fel van fejlesztve, hiszen szükségük van rá. Viszont amíg itt nagyon nem történik semmi, addig nagyon picit beletekerek nektek, hogy ne legyen nagyon unalmas. Úgyhogy, ja, konkrétan ez itt minden, ugyebár, amint mondtam, ugye főként a zsákmányszerzés volt a cél, ugyebár minden egyes támadásuk során. Most is, ugyebár itt van éppenséggel egy kis erőd. Ugye ez akarja szimbolizálni, ez egy konkrétan egy bárónak az erődje. Ugye, aki pont a tengerparton van, szóval megszívta. És ugyebár a velszi csapatoknak időben sikerült felállítani egy komoly sereget, habár ugyannak a jelentős része milícia, illetve zsoldos. Hát igen, így tudja, a déli tengerpartokon nem igazán van hivatásos hadsereg, illetve a parasztok sem túrják többet most a földet, hanem inkább harcolnak. Miért ne? Szóval, hogyha megnézitek, itt a védelmek nagyon jól ki vannak alakítva, szerintem. Itt ugyebár ez lehetetlen megközelíteni ezt a csapat íjászot innen erről, íjászt erről a részről. Itt ugyebár páncélozott lándzsások védik ezt az átkelő helyet, illetve itt is van egy ugyanilyen cucc. Ez a hó, ez egy kicsit fényes, de mindegy. Itt pedig ugyebár a határlovasok, ugyebár mint oldalsó véderő, hogyha esetleg kéne, akkor ugye itt vannak. Ugye konkrétan itt most foreverre hárult a feladat, hogy támadnia kell, hiszen ők már ugye partra szálltak. Én még éppen csak ott totyorgok még mindig. Látod, hogy rengeteg hajóval jövünk egyébként, és nem kizárt, hogy lesz ennek egy nagyobb változatú folytatása is, attól függ. Minden a visszajelzéseken függ, srácok, hogyha tetszik nektek, simán meg lehet oldani. Egyébként. Ez csak egy zárójelbe mondom. Ugye északi íjászok szépen laza alakzatba, ugye borzasztóan jó helyen van itt a védelem felállítva, hiszen ugye rengeteg íjász magaslatokon, illetve itt van egy katapult, ami úgy szintén gyönyörűen rálát itt a támadó felekre. Bár még actually egy kicsit bele is húzhatnánk ebbe, hogy valami történjen végre. Elég sokat totyorogtunk itt az elején, nem tudom. Jó. Itt már nagyjából jó, ugye itt, ugye mivel hogy modról beszélünk, ez itt az íjászoknak a lőtávja egy kicsit más, mint egy, nem tudom, másfajta modba, tehát itt eléggé apró lőtávot kaptak, de... Ja, meg igen, amiről nem beszéltünk, tehát tél van, ez ugye már kicsit érdekes, nem tudom, aki jobban belemerült már így a vikingekbe, azt tudják, hogy télen nem igazán harcoltak, viszont most igen, hiszen nagyon messzire mentek el otthonról, és konkrétan nem volt már idejük ugye, hogy visszamenjenek, szóval inkább úgy döntöttek, hogy itt töltik ugyebár a telet, és megpróbálnak itt tábort verni.
hogy utána nagyon jó legyen nekik. Actually ez itt egészen durván néz ki amúgy, nem? Mit gondolsz? Ugye mit láthatjátok, hogy a katapult az gyönyörűen rá lett, tehát nyilván itt nagyon komolyan meg van csinálva ez a védelem. Szóval azzal nem lett probléma ugye, hogy ugye a gyalogság az nagyon nincs, hiszen amit mondottam, ugye nem volt teljesen sok idejük arra, ugye, hogy hivatásos hadsereget hozzanak ide erre a részre. Nyergetlen huszkárlok rohamoznak ugye. Illetve az ijászok is lőnek, mint az állat. Oké. Ugye konkrétan miről beszélünk, tehát ugye ez egy elég komoly sereg, ez jóval komolyabb, mint ugye az enyém. Egyébként mondtam, hogy még sereget kiirányítja, igen. Tehát ugye a Velszi nagyseget Free, a Him, illetve ezt ugye Miki, ameg ott vagyok én. Tehát az én seregem ugyebár az jóval alultápláltabb, mint az a másik, ami már támad. Ugye eljött a pillanat, végre ugye mi is sikeresen kipakoltuk a batyut, szóval meg lehet indulni ugye itt a fő támadásnak is. Közben addig ugye nézzük még ezt a részt, hogy mi történik. Ugye actually páncélozott lány, angol lányzsasok ugye mire vannak itt konkrétan? Csak arra, hogy tartsák a sort, tehát ugye itt végig karók, illetve oldalról is szerte szétlövik az igyászok őket, szóval nagy probléma nincs ezzel. Igen, azok a katapultok elég veszélyesek. Ugye a pust azt ilyenkor nagyon szépen kell alkalmazni, hiszen egyértelműen itt nem az a lényeg, hogy a gyalogság megölje egymás közarcban, hanem az, hogy ott az a csapat IS például ugye tökéletes szögbe tudja lőni itt ezt a gumót. Úgyhogy arra ugye nagyon kell figyelni, közben ugye megérkeztek az északi felderítők, hogy hozzák az információt ugye a környező településekről, de hát ugye benéztük, hiszen ugye a Velszi lovasság már itt is van és kész, hogy felvegye velük a harcot. Ugye egyértelműen semmi esélyem nincs, tehát hogy ez itt teljesen nyilvánvaló, hiszen a felderítők azok nem feltétlenül erre vannak kitalálva. Inkább ugye ilyen íjászok vagy egyéb dolgok ellen. Igen. Hát ugye az egyik őrtornyot sikeresen megszereztük, idézőjelesen. Ugye a másik, egyik csapat felderítőt ugyebár elvesztettük útközben, járulékos veszteség, tök mindegy. Ugye a Velszi hosszú íjasoknak sokkal nagyobb lőtávjuk, mint az én északi íjászaimnak, szóval ez picit problémás lehet. Illetve ugyebár az én védelmi rendszerem sem túl sokat érít, hiszen nekem is támadni kell. Közben ugye itt, hogyha visszajövünk. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Tehát ugye, mint láthatjátok, ahogy az ugye megvolt beszélve, az íjászoknak olyan szinten van jó rálátási szögük ugye ide, hogy a vikingek szerintem most elszégyeltik magukat, hogy hát ugye ők nekik nem szóltak, hogy ilyen lesz, tehát hogy ide jöttek, érted, nagyba portyázunk egyet, hogy minden, az közben nem is. Ugye parasztok az első sorba, ugyebár ugye paraszt élet nem számít. Nyilvánvalóan sokkal jobb, mint hogyha mondjuk, nem tudom, ugye a Velszi baltásokat ölnénk meg például. Ők ugyebár itt hátrébb vannak, ők ugye elég elitűen néznek ki. És tulajdonképpen azok is, bár ugye hivatásosan ezek zsoldosnak számítanak, hiszen nincsen címerük. Szóval igen, elég komoly mennyisége a seregnek az ugyebár zsoldos. Itt ugye próbáltam egy kis rohamot ugye az íjászokra, hogy nagyon jó legyen. Picit sikerült is, illetve itt ugye a másik oldalt is ugyanaz történik. Oké. Nem tudom, ezek a hajók nekem úgy nagyon tetszenek ott a háttérben, nem tudom te hogy vagy vele. Azért tekergek itt, mint Fing a fürdőbe. Oké, közben hogyha visszajönk ide, hát itt ugye annyira nem sikerül az előre nyomulás, hiszen azért ez itt elég komoly, tehát ugye hátul egy csapat ijász, ott még egy ijász, ott meg ugye a harmadik. Tehát ugye már most 33%-a meghalt a vikingeknek, ugye a Velszi védőknek még csak a 13, szóval nem állunk a legjobban. De ugye az én seregem és ugye Friahimnek a serege még csak most készül összecsapni, hiszen előbb ugye a lovassággal kellett foglalkozni természetesen. Megnéztek ugyebár halálos nyílzápor közepette másszuk meg az emelkedőt. Nem teljesen kellemes. Ugye lángyas milíciáról beszélünk, tehát annyira, ugye mi, hogy ez egy kis portja, ezért nagyon elit viking seregre nem számítunk, tehát hogy ugye van egy olyan történet, ugye a nagy seregpartra szállása, lehet azt meg fogom csinálni, hiszen az nagyon-nagyon dur, amikor már tényleges
jól képzett elit vikingek partra szálltak. Ugye parasztok rohamoznak, borzton epik. De amúgy annyi nem. Ugye itt most, amit láttatok, itt kialakul wow, ez így nagyon jól néz ki amúgy. Actually. Ugye kialakul a... Nem tudom, totális ugye... Hogy is nevezzem ezt? Frontharc, ugye az álló közeharc. És senki sehova. Mindenki próbálja ugye megölni a másikat. Hát nyilvánvalóan a parasztok tök jók arra, hogy a rómat visszaerjék. Ugye az én ijászaimnak nagyon-nagyon kicsi a lőtávjuk, szóval arra ugye vigyázni kell. Csak 4 darab verziószú ígyesre állunk szembe. Közben itt ugye ezen a részen gyönyörűen halad a támadás, viszont ugye elég sokba kerül. Hiszen még ugye a lovasság is ott van. Vagyis bár nincs ott, azért ez durva. Durva. Tehát itt ugye bár halad az előrenyomulás, ugye az a középső rész az már egy kicsit káosz. Tehát itt actually, hogyha megnéztek, ez itt elég durca. Ugye jönnek a lovasok, akik ugye bár életben, tehát akik ugye visszajöttek, miután leverték a felderítőimet. Itt ugye bár verszi baltások, vagy a sorányos miliciát, ugye teljesen egyértelmű szerintem. A portyázó vikingek nem igazán készültek fel erre. Itt is ugye bár... Megy a harc, mint állat. Ugyebár közben a lovasság tizedeli az íjászokat, nagyon durva. Illetve ugye most már a hadvezért is be kell vetni egyébként közelharcba. Mi újság van itt amúgy? Igen, itt ugye már a hadvezér is harcol ugye a velszi csapatok közül is. Ugye itt is rohamozzunk még egy gotlandi talpas, illetve a testőrség ugye még, ami meg tudja őket talán állítani. Actually ugye a százalékok egy kicsit javultak, most már ugye 48-49% a halott Velsznek, nekünk pedig 66. Ugye ez főként azért van, mert itt is elkezdődött a csata végre itt középen. Igen, tehát ugye ezek elég nagy problémát jelentenek. Az a 4 darab hosszú így, tehát hogy... Igen, az úgy picit kaotikus. Viszont, ugyebár... Hát, igen. Nem tudom, most próbálok magyarázni, hogy valami nagyon okosat mondjak, de igazából nem tudok. Tehát tulajdonképpen ugye a lovasságot üldözzük a gotland talpasokkal, de ugye a friaim nagyon szépen használja őket, hiszen nem engedi őket álló közelharcba. Kicsit vissza. Itt ugye bár nem igazán tudunk mit kommentálni, hiszen ez egy tulajdonképpen egy bizonyos értelembe vett mészárlás, hiszen ugye a velszi baltások keresztbe meg hosszába verik ugye a lángyas miliciát, viszont actually ugye bár a halálok aránya az ugye kezd egyensúlyba kerülni. Itt ugye bár nagyjából még tart ugye a támadás. Viszont most már a velszi vadászok is közelharcba kerültek. Igen, itt ugye gotland talpas és ijász, hát ugye bár ez actually teljesen egyértelmű lenne, hogyha nem lenne kifulladva ugye az egység, ezért ugye elég sok embert is vesztenek. Meg ugye alapvetően 3 aranygerendás az összes velszi egység, szóval az ugye bár reális, hogy még az ijászok is tudnak ott aprítani. Itt ugye közben elég hamar eldőlt ugye a harc, itt ugye középen. Bizonyos elszakadt egységek próbálnak még itt harcolni, ugye az íjászokkal próbáljuk egymást lövetni, de nagyon-nagyon durván. Illetve ugye Friahimnak még ugye a lovassága itt darálja ugye a leszakadt csapatokat. Szóval eddig úgy néz ki, hogy százalékok alapján a kincs biztonságban marad. Illetve a vikingek nem térnek haza a családjukhoz. Szóval actually tényleg itt töltik a telet. Nem tudom. Hát ja, itt majd beleszáradnak a földbe, érted? Ez úgy nagyon morbid volt. Hogy nyomják, látod? Azért ott a kiképzés, tudod? Ugye actually itt nem a legjobb ötlet volt az, hogy a gotlandi talpasokkal üldöztettem a lovasságot, hiszen ilyenvalóan azt inkább a lángyásokkal kellett volna, de az a baj, hogy... Ugye most teljes védvonalat megbontani, azt nem tudtam volna, hiszen nem volt rá idő. Meg ugye az a 4 darab hosszú így az azért ott volt. A szeren. Ugye itt közben, hogyha megnézitek, ugye Forevernek a támadása kezd elakadni, hiszen elfogytak az egységek egész egyszerűen. Itt ugye ez a borzasztóan jó védvonal, amit
hirtelen be összepakoltak, az nagyon jól produkál. És actually egyébként tényleg, tehát itt szinte teljes mértékben összeomlott ugye a sor. Hát nagyjából az enyém is, szóval itt már igazából csak az íjászok lőnek. Meg még ugye bizonyos elszakadt egységek harcolnak itt. Hogy nagyon jó legyen. Igen, ugye a nyílzápor ilyenkor indokolt, hiszen az én veszteségem az amúgy is garantált. Az elég szép kis hullahegy, nem? Tehát, hogy... Actually nem így képzeljék el ezt a partoszállást szerintem. De hát figyelj, igazából simán lehet. Tehát nincs ezzel probléma. Igen, itt ugye szépen lassan elkezdődik ugyebár az IS közelharc is. Hát elég epikül néznek ki azok a hajók ott a háttérben szerintem. Nekem nagyon tetszik. Tiszta durva. Wow. Azért elég lazán így, nem tudom. Érted, hátra vágta a csávót, tehát hogy nem nagyon érdekelte a dolog. Igen, ugye a százalékok alapján ugye 94%-unk halott, ugye a vikingeknek és a védőknek pedig 81. És ugyebár a nagy problémát az jelenti, ugye, hogy mindig vannak lovasok, illetve négy csapat hosszú íjas, ami még itt mindig űzi a dolgot. Illetve itt ugyebár az üldözések is elkezdődtek, ugye a maradék kis viking egységeket lemészárolják. Úgyhogy figyelj! Actually ennek nem kizárt, hogy lesz folytatása. Hát ugye, mint látjátok, a többi hajó az még nem ért partot, tehát hogy ugye ez sztori alapján még nagyon jól meg lehet oldani. Hát figyelj, írjátok meg kommentben, mit gondoltok, tehát hogy ennyire egyszerű. Rajtam nem múlik. 96 és 82. Hát figyelj, legalább nem szégyenbe haltunk meg, na. Ugye, actually ott bele lehet gondolni, hogy mi lett volna, hogyha itt védekezzünk. Hát igazából semmi, tehát hogy ugyanez. Hiszen akkor ugye a íjászoknak még könnyebb dolgok lett volna. Bármi így se volt túl nehéz, ez ja. Az utolsó északi felderítő. Get wrecked. Nem úgy. De figyelj. Igen. Ugye, teljes mértékben kikaptunk, mint egy zsák krumpli. Srácok, egyébként Kadogan király, oké? Okay? Az volt a neve, hogy Kadogan király. Itt pedig ugyebár Charles volt a norvégoknál ugye a fővezér, és ugyebár Gellir volt a másik csapatvezető. A Velsztél pedig ugye Edwin védte a kis átkelő helyet. Ugye srácok, ez lett volna ez a kis szenárió csata, remélem tetszett nektek, nyugodtan írjátok meg kommentbe, hogy mi a véleményetek, illetve hogyha szeretnétek, hogy valamilyen nagyon epikus kis folytatást csináljunk neki, az idézőles nagy seregpartra szállás, akkor azt is semmi más nem kell csinálni, csak ledobni egy kommentet, meg esetleg egy lájkot is megköszönök, hogyha olyan ott van. És ja, egy kis statisztikát nézzünk, ugyebár igen. Itt vannak ugye a statisztikák, akik esetleg érdekelt, úgyhogy ja, remélem tetszett nektek, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha esetleg van olyan replayetek, amit szívesen látnátok a csatornán, nyugodtan ki, hogy érdekel nekem a leírásban található e-mail címre, illetve várlak titeket legközelebb is. Én Tomi voltam. Sziasztok!